Szeretettel köszöntelek benneteket a Súlijárót, láthatjátok a 2010-2011-es tanév legvégén. Sokak számára hamarosan kiderül, mit rejt a bizonyítvány, a végzősöknek azonban még várniuk kell a felvételi eredmények, ugyanis csak július környékén derülnek majd ki. Számtalan érdekességgel készültünk mai műsorunkban, hogy mik ezek, kiderül most. Korai kötődés. Az intézmény és a család összhangja a gyermek legmeghatározóbb fejlődési faktora a 2-től 6 éves korig tartó korszakban. Vöröskeresztes bázis. Az egészséges életmódra, egymás segítésére buzdítja a kicsiket a nyíregyházi Ligeti óvoda. Vakáció. Közeleg az év vége, bizonyítványosztásra várnak a diákok. Vöröskeresztes bázisintézmény lett a nyíregyházi Ligeti óvoda. Az intézményben előtérbe helyezik a humanitárius gondolkodásmód kialakítását és az egészséges életmódra való nevelést. A nyíregyházi Ligeti óvoda 10 éve működik, már kezdetektől azzal a céllal, hogy elősegítsék a gyerekek testi-lelki fejlődését az egészséges életmódra való neveléssel. Minden évben megrendezzük a Ligeti óvoda napokat, ez 3 napot foglal magába, és mindig szoktunk egészséges életmódos napokat is szervezni. Itt ilyenkor a szülők hoznak egészséges életmóddal kapcsolatos ételeket, tehát gyümölcsöket, zöldségeket, saját maguk készítette egészséges süteményeket is, de ebben az évben viszont ez a nap a bázisovi napja lesz, de ugyanúgy készülünk, mint az előző években. Azzal viszont kiegészítjük, hogy egy kicsit az első segélynyújtásra, meg a mások segítésére ösztönözzük a szülőket, a gyerekeket, és ez célunk, hogy ezt megtanulják a gyerekek a mások segítését. Mit jelent majd még ezen kívül az, hogy bázisovi lett a Ligeti óvoda? Bővül a programkörünk. Tehát eddig az egészséges életmóddal foglalkoztunk inkább, most már azért az egymás segítésére is nagyobb hangsúlyt fektetünk, meg az első segélynyújtásra, tehát ezekkel bővül a programunk. Néhány szóban mutassa be, kérem, a Ligeti óvodát. A Ligeti óvoda egy tagintézményből áll, és van egy központi épületünk is. Itt 120 gyerek jár, szerencsére nagyon-nagyon sok gyerek jár az óvodánkba, és nagyon szeretik az óvodánkat. Vegyes csoportok vannak, a pedagógusok szakképzettek, ügyesek és sokoldalúak. Mi az elsődleges pedagógiai cél, amelyet megvalósítanak az itt dolgozók a mindennapokban? Azért is jelentkeztünk mi ebben a bázisóvodára, mert ez a célunk, az egészséges életmód és a környezetvédelmet, amit kiemelten kezelünk. A Ligeti óvoda 4 csoport foglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó kiszolgáló egységekkel és tornateremmel rendelkezik. A korszerű eszközökkel felszerelt csoportszobákban és az udvaron gőzerővel készültek május 24-én az ünnepségre, hiszen a megye 4. bázisóvodáján első látogatója Habsburg György volt. A Magyar Vöröskereszt elnöke szerint sokkal hatékonyabb a szervezet munkája, ha már kisgyermekkorban megismerik. Mi most már egy évvel ezelőtt kezdtünk a bázis óvoda programunk, mert a bázis iskola programot, amit előtte 10 évvel ezelőtt kezdődött, láttunk, hogy nagyon sikeresen iskolákban tud a Vöröskereszt tevékenykedni, de hát most látunk, hogy óvodában hogyha Vöröskereszt jelen van, csak pozitívat tudna jelenteni. Vannak külön modulok, amivel foglalkozunk, mert hát már ezeket a pici gyerekek tudnak foglalkozni hát külön témákkal, vagy tudnak tanulni játékos formában hát külön témákról. Legyen ezt az egészséges életmód. Hát milyen formában jó gyümölcsök enni, hát milyen előny, hát amikor ezt még. Legyen ezt az UV-sugárzás, most nyáron nagyon fontos téma. Legyen ezt, milyen formában tudok viselkedni, hát amikor egy baleset van. Hát legyen ezt, hát milyen formában tudok viselkedni, hát amikor valaki beteg a családomban, és hát milyen formában én tudok, mint kisgyerek segíteni. És hát ott nagyon nagy segítséget kapjuk, és kaptuk az óvónénik, hát aki, mint önkéntesek a Vöröskeresztnál dolgoznak, és hát ők ezeket a játékot kidolgozták, és ezzel próbálunk jelen lenni az óvodákban, és már a kisgyerekekkel foglalkozni. Én is őszintén mondom, hát amikor hallottam először a bázis óvoda programból, gondoltam, hogy na, hát ez mi lesz, és hát a kisgyerek, hát hogyan lehetne őket ezt tanítani, hogyha ezt tanulnak. Tehát most nekem 3 gyereke vannak, és hát elég pici gyereke is, és hát látom, hogy milyen érdeklődés
keltett, hogy én a Vöröskeresztnél vagyok. És hát kérdezték mindig, hát mit csinálok a Vöröskeresztnél, és hát látom, hogy ott van ez az érdeklődés a saját családomban, hogy igazán nem lehet túl korán ezeket a fajta programokkal kezdeni, és nem lehet túl korán kezdeni játszani, és játszással együtt valamit újat tanulni. Az egész országban fontos egy ilyenfajta program, és hát ezért mindenhol is próbálunk bázis óvodát, mondjuk hát a bázis óvodákkal együtt működni, és bázis óvodák megnyitni ilyen formában, hogyha Vöröskereszt ott jelen van. Én gondolom, hogy mindenhol gyerekeknek fontos, hogy ők megkapnak a lehetőség, hogy tanulhassanak, hogy tudnak külön helyzetek, amit lehet, hogy párszor szintén ilyen extrém helyzetek, amit alakulatnak, amikor baleset történt, vagy amikor betegség van, vagy hát amikor ezt jobban tudnak kezelni. És hát ezért teljesen mindegy, hogy hol ebben az országban ez megtörténik, de fontos, hogy megtörténik. Ahogy a központi intézmény, a Ligeti óvoda tagintézménye is bázissá vált. A Vöröskereszt bázis óvoda programja egy éve működik jó tapasztalatokkal. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisovi programja egy nyitott elkötelezettségen alapuló szakmai hálózat, amely a mozgalom értékeinek és tevékenységének terjesztését és élővé tételét célozza az óvodai közösségek, pedagógusok, szülők, családok között, valamint természetesen a kisgyermekek körében. A közösségi alapú gondolkodás jegyében az egyes tagóvodák önállóan tevékenykednek a Vöröskeresztben, teret adva a nevelő munkában, akár lefektetve a nevelési terv részeként a mozgalom eszméinek és tevékenységeinek. 4.-5. bázis óvink avatójára kerül ma sor, és a Nyírbátori Bátori István gimnázium bázisiskola avatójára, tehát egy 3-as csodálatos ünnepségen veszünk ma részt, ami azt gondolom, hogy a fiatalok szemléletbeli nevelésében rendkívül jelentős itt ebben a megyében, hiszen a Vöröskereszt ezekben az intézményekben nem úgy jelenik meg, hogy véradás, első segélynyújtás, stb. Az alapfeladatok, tehát nem ennyire szétbontottan, hanem úgy, hogy a humanitárius ember, ahogy neveljük a humanitárius feladatokra, a humanitárius eszmékre a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy ha már ilyen kis pici korba ezt elkezdjük, akkor szerintem nagykorukban ezek a fiatalok bizonyára ebben a szemléletben fognak gondolkodni és élni. A pedagógusok örülnek, nagyon együttműködőek, hiszen egy nyugodtabb légkör uralkodik az iskolában. Például a Nyírbátori bázisiskolában, a Bátori István gimnáziumban minden nevelő és minden fiatal vöröskeresztes tag, tehát a tagdíjat is megfizeti, és akkor ez már azt jelenti, hogy már az életformája is ilyen és ennek megfelelő. Tehát ez az iskoláknak, az óvodáknak csak nagyon pozitív hozadékkal rendelkezhet. A humanitárius, környezettudatos nevelés a bázisiskolákban folytatódik. Az ünnepség után a Vöröskereszt delegációja Nyírbátorba utazott, hogy bázisiskolává nevezze ki a Bátori István gimnáziumot és szakközépiskolát. Digitális táblákkal gazdagodott az Ajaki Általános Iskola. A korszerű eszközökkel nem csak szórakoztatóbb, hanem hatékonyabb is a tanulás. A közel 4000 lakosú Ajakon egy korszerű és modern iskola várja a gyerekeket. Két telephelyen működik az intézmény, 2000-ben felújított korszerű iskolaépülettel, tornateremmel, előadóteremmel, konyhával és ebédlővel. Nagyon nagy öröm ért bennünket az elmúlt pár hónapban. 2008-ban kezdtünk el egy pályázatot informatikai infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatosan itt az iskolában, és most 2011 közepére sikerült lezárni a pályázatot, és ennek az átadó olyan vagyunk most, informatikai eszközök, a gyerekek tanulását segítő aktív táblák, számítógépek, laptopok, projektorok, pedagógusok továbbképzését nyertük meg, közel 23 millió forint értékben. Mit jelent ez, hogyan befolyásolja ez az itt dolgozók és itt tanulók hétköznapjait? Én nagyon remélem, hogy ez pozitívan fogja befolyásolni, sőt biztos vagyok benne, hiszen pedagógusaink is, gyerekek is nagyon várták már. 9 tantermet sikerült most felépíteni, felújítani ennek a pályázatnak a kapcsán, és a mindennapi tanórákban fog megmutatkozni ennek majd a hozadéka, és igyekszünk ezzel is
támogatna a pedagógusokat munkájukban, illetve a gyerekek tanulását, továbbképzését, oktatását technikai eszközökkel megtámogatni, és ezzel bízunk benne, hogy sokkal hatékonyabban fogják tudni majd végezni a munkájukat a pedagógusok és a gyerekek is. Miért van szükség az ilyesfajta újításokra is? Nyilván a digitális tábla az egy fantasztikus lehetőség a gyerekeknek, érdekes és szórakoztató egyben, de miért van szükség ehhez kapcsolódó szakképzésekre is, hiszen azt gondolná az ember, hogy a pedagógus is olyan, mint egy fiatal, bekapcsolja az internetet és már is megy. Nem csak az internetről van szó, hanem ez egy olyan új technológia, amit bármennyire is tudja valaki használni az internetet, meg kell tanulni azért valamelyest kezelni. Nem áll ez már távol a pedagógusainktól, hiszen minden pedagógusunk ebben az iskolában LCDL tanfolyamot végzett, tehát nagyon jó alapokkal rendelkezik ennek a táblának a gyors megtanulásához, elsajátításához, és ez meg is történt egyébként az elmúlt napokban. Úgyhogy a mai nap lesz egy bemutató óra is, én nagyon bízom benne, hogy nagy sikerre fog ez zárulni, és mindenki fogja látni, aki ma eljött erre a záró projektre, hogy tudja a pedagógus kezelni a táblát, és a gyerekek mennyire élvezik ennek az előnyeit. Aki nem ismeri Ajak általános iskoláját, annak mondjunk el néhány szót. Mit kell tudni az intézményről, milyen múltra tekint vissza? Az Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy több célú intézmény, tehát az általános iskolai oktatás mellett művészetoktatást is tartunk, felnőtt oktatást is van, esti gimnázium is van az iskolában, és közművelődési részét is mi visszük itt a településen. 330 gyerekünk van ebben a tanévben az általános iskolában, minden évfolyamon két osztállyal dolgozunk, és én bízom benne, hogy nagyon sokat nem kell erről beszélni az iskoláról, hiszen ott vagyunk minden megyei, országos megmérettetésen, versenyen, és a szakmán belül én úgy érzem, hogy elég elismert, elég jó híre van ennek az iskolának itt Ajakon. A nyolcadikosok azért most zárják az itteni pályafutásukat, hová készülnek tovább, választanak-e erős gimnáziumot mondjuk a megyeszékhelyen? Nyíregyházára is mennek tanulóink, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kisvárra itt van tőlünk körülbelül 3-4 kilométerre, és itt a középiskolák minden fokozata, minden szegmense megtalálható. A gimnázium, szakközépiskola, szakképzési iskolák is, úgyhogy nagy rész ide jönnek Kisvárra, de mindig vannak tanulóink többen, akik a Nyíregyháza különböző középiskoláiban mennek tovább tanulni. Az Ajaki iskolában az informatika mellett nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvekre is. Már az első osztálytól németül és angolul tanulhatnak a gyerekek, a számítástechnika pedig harmadik osztályban lép be emelt óraszámmal. A tanórán kívüli tevékenységek széles skáláját kínálják a nebulóknak, és mellettük a településen élőknek is. Programjaikkal igyekszenek kielégíteni a helyi kulturális igényeket is, így az intézmény legújabb beruházásával, ha csak közvetetten, de minden Ajaki profitál. Minden egyes beruházás, ami a településen történik, vagy akár a térségben is történik, az itt élő emberek életkörülményeit javítja. Ez konkrétan az iskolára vonatkozik ez a pályázat, a műszaki informatikai fejlesztés, akár a táblákat tekintjük, akár a személyi számítógépet, hordozható vagy kötött számítógépeket. Természetesen itt ezáltal a gyerekek érzékelik közvetlen a hasznát, de ez kisugárzik és hat a település életére is, a családokra és az a családok meg életkörülményére is. Mindig is gond volt kisebb telep. Települések esetében az utóbbi 10 évben a népesség megtartó erő az, hogy hogyan lehet ezt mondjuk erősíteni, gyarapítani. Az ilyen beruházások hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy mondjuk erősödik Ajakon az itthon maradási kedv? A település önkormányzatának a koncepció is az, hogy valamilyen szinten amennyire csak lehet helyben tartani a fiatalokat. Az, hogyha az oktatáspolitikai koncepciónk azt tudja tartalmazni, és jelen esetben ez Ajak esetében hál' Istennek igaz, hogy 331 nehány gyerek jár még az iskolába. Úgy néz ki, hogy megállt az a folyamat, ami a csökkenést jelentette. Ez a trend megállt. Itt egy stagnálás várható ebben a viszonylatban. Aztán lassú emelkedés számítunk. Mindenképpen egy műszaki fejlesztés, amit nevezzük itt a jelenségi informatikának, ez arra ad okot, arra enged bennünket következtetni, hogy akár más települések is, akik már sajnos nem bírják ellátni mondjuk a felső oktatási, illetve felső évfolyamban az oktatást, azok Ajakra is hozhatják gyerekeiket. Minden bizonnyal azonban van még más a tarsolyban Ajakon, melyek lesznek a következő lépések, akár oktatás, akár más területen. Legfontosabb ugye
Az önkormányzat a legtöbb pénzt, ami más normatívákból ered, az oktatásra fordítja. Legtöbbet teszünk arányában hozzá az oktatáshoz és a neveléshez. Ez a legfontosabb számunkra, a jövő nemzedéke, a gyerekek komoly tudással való felvértezése, de természetesen emellett minden más területen fejlesztünk. Ugye az oktatási intézményünket be van adva a pályázataink, szeretnénk kívülről hőszigetelni, energia megtakarítás szempontjából fűtéskorszerűsítést végezni, sporttelepet szeretnénk felújítani, de a legfőbb gondunk a településen a körülbelül 75-ben elkészült csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítása. Legfontosabb jövőbeni pályázatunk, amit még most van a előkészítés, illetve a tervezés alatt, ez az 5-600 millió forintos csapadékvíz elvezetési rendszer első üteme. A digitális táblák ünnepélyes átadásán részt vettek az intézmény pedagógusai, a gyerekek és szüleik is. A diákok rövid bemutatóval szórakoztatták a közönséget, a nagyteremben rendezett tárlaton pedig ajaki művészek alkotásait láthatták. Kissé rendhagyó lesz mai hírblokkunk, ugyanis egy olyan bejátszással kezdődik majd, ami alapvetően kismamáknak vagy szülőknek szól. Mégis, mivel a gyerekek első 3 és 5 évében rendkívül fontos az oktatás, a nevelési módszerek meghatározása mind otthon, mind pedig az intézményes nevelés rendszerében, úgy gondoltuk, hogy fontos szólnunk erről a témáról. Következzenek tehát a hírek. A gyermekek kötődése, valamint az intézményes nevelés lehetőségei, többek között ezekről is szóltak egy kismamáknak tartott nyíregyházi fórumon. Az eseményen a szakorvos mellett pedagógus, pszichológus és babahordozási tanácsadó is segítette az anyukákat. Már pár órás gyakorlás után is ilyen könnyen és gyorsan megköthető ez a babahordozó kendő. Az eszköz nem csak praktikus, előnyös hatásai a babák szellemi, fizikai és érzelmi fejlődésében is hamar megmutatkoznak. Mindenféle pozitív hatást fel lehetne sorolni. A legfontosabbak többek között az, hogy egy rendkívül erős anya-gyermek kapcsolat alakul ki. Nekem ez az, ami talán a legértékesebb. Nyilván vannak praktikus oldalai, mint például tömegközlekedést megkönnyíti, a háztartási munkákat el tudom végezni, úgyhogy nem kell a babát letennem. A sírással töltött órákat az első időszakban, az újszülött korban jelentősen csökkenti, tehát hasfájós babának egy folyamatos meleg finom masszás nyújt, a megfelelő csípőtartást megtámasztást nyújtva, a csípőfejlődésre is nagyon pozitív hatása van, tehát így órákat lehetne beszélni arról, hogy milyen jó is ez. A Vasutas Művelődési Házban kismamáknak tartottak fórumot. Az eseményen többnyire a helyi Baba-Mama Klub tagjai vettek részt. Az anyukáknak is sok jó tapasztalatuk van a hordozókendővel kapcsolatban. Az eszköz az úgynevezett kötődő nevelés módszerében is fontos szerepet kap. Ez az irányzat a múlt század 60-as éveiben indult világhódító útjára. Azt hirdeti, hogy az ember szellemi, fizikai és érzelmi fejlődése akkor a legoptimálisabb, ha az evolúció során kialakult szükségletei teljesülnek. Eszerint életünk első szükséglete, hogy rögtön a születés után édesanyán karjában lehessünk. Az anyai közelség pedig az elkövetkező hónapokban is a legfontosabb szükségletek közé tartozik. Csecsemőknek nem csak a fizikális szükségleteit kell kielégíteni, hanem a lelki szükségleteiket is, és ez alapvetően arra irányult, hogy úgy reagáljunk a gyerek szükségleteire, ahogy az számukra a legmegfelelőbb. Fontos az, hogy az édesanya szükségletét is figyelembe vegyük, illetve a babák szükségletét is figyelembe vegyük. Ez lehet akár a testi kontaktus, de ugyanúgy a fizikális szükségletek, hogy ne legyen melege, ne legyen éhes. Nem hagyjuk sírni a gyerekeket, ez egy alapvető különbség. Én azt gondolom, más nevelési módszerek vagy elméletek szempontjából úgy gondoljuk, hogy a sírás az mindig kifejez valamit, és nem egy hatalmi harc, hogy nagyon sokan megfogalmazzák, hogy hagyd sírni és mutasd meg, hogy ki az úr a házba. Én azt gondolom, hogy a sírásnak van egy jelzésértéke. Mindig differenciáltan sír a baba, és egy édesanya, egy kompetens édesanya, aki tisztában van a babának a szükségletével, az tudja, hogy most ez a sírás az éjséget takar, esetleg tisztába kell tenni, vagy csak arra vágyik, hogy egy picit összebújjon az édesanyával. Alapvetően ezt úgy fogalmaznám meg, hogy
Elsősorban egy biztonságos hátteret nyújtunk a gyerekeknek, hogy a későbbiekben majd ebből a biztonságos háttérből kiindulva föl tudják fedezni majd a világot, illetve ez később majd kihat az ő társas kapcsolataira is, hiszen ha bízik a szüleiben, megtanul bízni később az emberekben, és ez az alapvető bizalmi háttér, én azt gondolom, hogy az egész életére ki fog majd hatni, illetve hát az elméletek is ezt támasztják arra. Minden édesanyja a legjobbat akarja, azért ezt szögezzük le a gyerekének. Én azért nem gondolom azt, hogy a sírni hagyni például egy jó dolog, mert hogy azt tanulja meg a gyerek, hogy az érzelmeit nem veszik figyelembe, vagy nem mindig veszik figyelembe, vagy nem akkor veszik figyelembe, amikor kell. És alapvetően a kutatások azt bizonyítják, hogy az ilyen típusú gyerekek a társaikra is kivetítik, illetve a más felnőttekre, óvónénikre, dajkanénikre kivetítik ezt, hogy én nem bízhatok meg mindig benne, és akkor ambivalensul kötődővé, vagy bizonytalanul kötődővé, esetleg elkerülővé válik, és innentől kezdve majd a későbbi emberi kapcsolataiban is nehézséget jelenthet esetleg. Általában az a tapasztalat, hogy igen. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ez, hogy ők tudják azt, hogy ha valamit szeretnének, akkor erre a szülő megfelelően reagál. Itt most nagyon gyakran összemossák ezt, és általában ez a kötődő nevelés legnagyobb kritikája, hogy mi elkényeztetjük a gyerekeket. Nem azt jelenti a kötődő nevelés, hogy akkor én mindent azonnal teljesítek, hanem az ő életkorának, személyiségfejlődésének megfelelő módon reagálok. Tehát az én nagyobbik lányomnak azért vannak olyan dacruhamai, ami sírásba torkol. Nyilván itt ebben az esetben nem azt jelenti a sírni nem hagyás, hogy akkor én odaadom azt, amiért kiveri a hisztit. Tehát azért, vagy általában a pici babáknál azt mondjuk, hogy nincs időérzékük, tehát neki a 3 másodperces sírás körülbelül ugyanannyi, mint a 10 perces, és ez a rosszabbik, hogy ő nem tudja megítélni, hogy anya 3 másodperc múlva jön vissza, vagy 10 perc múlva, teljesen azt éli meg, hogy elhagyták. Egy nagyobb gyereknél már lehet azt mondani, hogy igen, várjál 2 percet, mert anyának bizonyos dolga van. Én azt gondolom, hogy ebben különböznek alapvetően, sokkal elfogadóbbak a társaikkal szemben, hiszen ők is megtanulták, hogy ha az ő igényeit figyelembe veszik, akkor megtanulja nagyon hamar azt, hogy másoknak is vannak igényei, elvárásai, türelmesebben egy nagyobb gyerek, mint például az én lányom, már türelmesen ki tudja azt várni, hogy mondjuk anyának is vannak szükségletei, elmegy mondjuk enni, és nem ott van mellettem, hogy gyere már, vagy esetleg tudok 2 szót váltani egy másik felnőttel, mert én is, amikor ő neki igénye van erre, akkor elérhető vagyok a számára, és ezt tudja. Törvény készül a táboroztatás szabályozására, mert jelenleg nincs olyan törvénykezés, amely meghatározná a nyári táboroztatás rendjét. Ezen kíván változtatni Mihalovics Péter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium új nemzedék jövőért felelős miniszteri biztosa, aki még a 2012-es táboroztatási időszak előtt szeretné elfogadtatni az őszre tervezett parlamenti vitát követően az erről szóló törvényt. Ennek megalkotásában nyújt segítséget a Táboroztatók Országos Egyesülete, melynek elnöke Sárvár István elmondta, jelenleg megszámlálhatatlanul sok tábor működik Magyarországon. Azért, hogy a miniszteri biztos felmérje a hazai táborok helyzetét, regisztrációs oldal nyílik a TOE honlapján. A toe.hu-n regisztrálók így a törvényalkotási folyamatban is részt vehetnek, mondta el Sárvár István. Lehet, hogy túl korainak hangzik a következő tanévre dolgozni, most, júniusban, amikor még a jelenlegi is tart, mégsem felesleges a dolog. Jobb már most gondoskodni a következő iskolai évhez szükséges dolgok beszerzéséről, és nem az utolsó pillanatban kapkodni. Többféle segítség is létezik azoknak, akik anyagilag nehéz helyzetben vannak. Központi támogatás alanyi jogon jár minden iskolásnak, és a munkáltató is adhat beiskolázási támogatást a dolgozók családjának. A települési önkormányzatok lehetőségeikhez mérten szintén segít az iskolás gyermekeket. Az alanyi jogon járó állami normatívát a tanulók száma alapján az oktatási intézmény kapja, és az összeg 25%-át az intézménynek tartós taneszközökre, például asztalra, lexikonra vagy szakkönyvre kell költenie. Átgondolt, megtervezett beszerzéssel pedig sokat takaríthatnak meg a szülők az iskolakezdés előtti bevásárláson. Nyakunkon a nyár, lassan kitör a vakáció, de a felvételizőknek van még néhány teendőjük, amelyet nem érdemes elhanyagolni. Májusban készhez kapták a regisztrációs csomagot, mely segítségével a jelentkezési lapon megjelölt intézmények és szakok sorrendjén egy alkalommal július 7-éig még lehet változtatni. Ha valaki még nem kapta készhez a csomagot, annak a hosszabb feldolgozási idő miatt csak később, június elején tudják postázni. Ilyenek például azok, akik közismereti tanárképzésre is jelentkeztek, vagy hátrányos, illetve
halmozott a hátrányos helyzetűek. A regisztrációs levél segítségével ellenőrizhető, hogy az adatok és a megjelölt intézmények, szakok pontosan kerülnek-e be a központi felvételi nyilvántartásba, de a levélben visszaigazolt adatok az e-felvételi rendszerben is megjelennek. Ha már befizették a felvételi eljárási díjat, a regisztrációs csomagban kapják meg az erről szóló számlát is. Számla helyett felszólító levelet kapnak azok, akik csak részben vagy egyáltalán nem fizették be az eljárási díjat. Az ő regisztrációs csomagjuk tartalmaz egy csekket is, amellyel a készhezvételtől számított 8 napon belül rendezniük kell tartozásukat. A regisztrációs csomagban lévő másik csekkel a diákigazolvány előállításának eljárási díját kell majd befizetni, de csak a felvételi ponthatárok kihirdetése után. Ha a jelentkezéskor valaki nem igényel diákigazolványt vagy igényel, de hiányzik a fénykép vagy az aláírás, egy adatlapot is talál a borítékban, amelyet kitöltve kell visszaküldeni hiánypótlás miatt. Véget értek az érettségi írásbeli vizsgák május utolsó hetében. 141 ezeren bizonyították tudásukat. Az érettségiző diákok az írásbeli középszinten 192, emelt szinten pedig 57 féle vizsgatárgyat választottak érettségiükön. Az érettségi vizsgák következő szakasza, az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka június 2-től 8-ig tart majd. Ebben az időszakban 139 vizsgahelyszínen, 2012 tantárgyi bizottság előtt 30.760 szóbeli vizsgát tesznek majd. Az érettségizők által választott 57 féle emelt szintű vizsga tantárgy mindegyikéből van szóbeli vizsga is. Az emelt szintű szóbeliket követően június 14-től 28-ig tartják majd meg a középszintű szóbeli vizsgákat. Ez volt a Sulijáró, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Tartsatok ki még az utolsó napokon, szerezzetek még néhány szép jegyet a bizonyítványba, aztán pedig töltsétek szórakoztatóan, kellemesen, pihentetően, ám de tartalmasan a nyarat. Jó egészséget kívánok mindnyájútoknak, jó szórakozást, sziasztok!